Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakmagazin 2015 évi szeptemberi adásában. Én Kunyec Zoltán műsorvezető vagyok, állandó beszélgető társam pedig Varga Péter nagymester, a Magyar Sakszövetség egyik fő tisztviselője. Én is mindenkit üdvözlök. A nyár a sakkéletben általában uborka szezonnak tekintendő, rendkívül csekély az érdemi sakkesemények száma. Az idei évben azonban mégiscsak zajlottak az események a magyar sakkéletben. Néhány nappal ezelőtt, augusztus 29-én Tiszavasváriban az NB2-es csapat néhai szakosztály vezetőinek emlékére rendezték meg a Nagyidai Kálmán emlékverseny, ami egy nemzetközi kitekintésű villámverseny. 10 perces gondolkodás idejű partiban mérték össze a külföldön és belföldön érkező sakharcosokat, tudásukat. A mezőny rendkívül rangos volt, 2 nemzetközi mester és 7 fidemester tisztázta a nézeteltéréseket fehéren-feketén a 64 mezőn. A dátum meglehetősen történelmi, augusztus 29, hiszen ezen a napon vesztettük el a Mohácsi csatát, 5 évvel azt megelőzően ezen a napon vesztettük el Nándorfehérvárt, de sakk vonatkozásban a magyar sakktörténelem egyik nagy alakja, Almási Zoltán nagymester születésnapja is egyben, tehát a történelemben bal sorsú dátum ez a nap, a sakktörténelemben azonban igencsak szép. Ezen a versenyen magyar, román, ukrán, mind többféle nációjú mesterek és mesterjelöltek és fiatal sakkozók játszottak. A legfiatalabb egy román kisfiú volt, 7 éves sakkozó volt, a legidősebb pedig a nyíregyházi Alkéri Imre bácsi, aki 75 évesen is korát és értékszámát meghazudtoló teljesítménnyel rukkolt elő. Péter, mit tudsz a versenyről? Hát gyakorlatilag, ugye én ezen a napon nem voltam még itthon, én külföldön tartózkodtam. Erről az eseményről is be fogunk számolni majd. Megnéztem a végeredményt, és a végeredményből azt láttam, amit ahogy elmondtam, nagyon rangos és nagyon izgalmas verseny lehetett. Ugye 3-as holtverseny volt az élen, ugye amit a Buholz döntött el. Végül is az ukrajnai, magyar származású orosz Robert javára, aki években nyíregyházi sakkiskolás a játékosa is. Ugye egyedül lett veretlen, ugye Raddán. Raddán. Nagyváradi román mester. Vagy ahogy igen, ők mondják, Rácdán. Ő is 7 pontot szerzett, ugye nem vesztett partit, de ugye a Buholz az ellenfeleinek az összpontszáma az kevesebb lett, mint a verseny megnyerő orosz Robertnek, és ugye 7 pontot szerzett még, és ugye a legkisebb Buholzzal harmadik helyen végzett. Ki volt ő pontosan? Juhász Béla, fidemester, akinek én úgy gondolom, hogy meglepetés a szereplése. Ő egy ugye idősebb úriember, fidemester, nagyon régóta sakkozik, de jóval magasabban rangsorolt játékosokat előzött meg, ami én úgy gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés. Tehát, hogy én azt hiszem, meglepetés volt az is, hogy a fidemesterek megelőzték a nemzetközi mestereket. Tehát Oroszobit ismerjük, csapattársunk, és bizonyította már a tudását. Legutóbb ő nyerte meg Szabolcs megye egyéni bajnokságát, a Rapid és Villámsak bajnokságon is bizonyította te utánad a tudását. Tehát közismert már, és 15 éve is sakkozott már a megyében és Magyarországon. Viszont a holtversenyes negyedik helyre futottak be a nemzetközi mesterek, az oly régi nagymesterekkel szemben is keményen dacoló Kispán nemzetközi mester, az idei nyírségi tornát megnyerő Levicki Tibor, debreceni fidemester, és Mészáros András nemzetközi mester, aki magyar olimpiai csapatkapitány is volt, és sok más erős sakkozó, a korábbi nyírségi torna győztes Becskei Zoltán fidemester, és igen híres sakkozók kerültek az élmezőnybe. A fiatal ukrán Andriy
Licsala is beverekedte magát a mesterek és nemzetközi mesterek közé. Igen, akit még meg kell említeni, esetleg a Deák Sándor, aki nagyon erős videmester, és ő is a, hát azt hiszem talán a 8. helyen végzett volt versenyben 6,5 ponttal. Ő is nagyon jó játékos, amit mindenképp jó hír a versenyre, ugye, amit én mindig nagyon sokszor nézek, ugye, hogy mennyi ifjúsági játékos játszik, hogy játszik, mind játszik ezen a verseny. Ugye. A megyéből viszonylag elég sokan játszottak ezen a versenyen. Amit hozzá kell tenni, hogy egy picit ugye a versenyidőpontra ütközött az országos korcsoportos magyar nemzeti csapatbajnoksággal, ahol ugye 50 csapat részvételével zajlott az egyik legrangosabb korcsoportos országos bajnokságunk. Úgyhogy ennek ellenére ugye nagyon sok ifjúsági játékos is indult ezen a versenyen, és ugye hát amiről beszéltünk, ugye nagyon sok olyan játékos, aki addig az összes versenyen indult, tehát az összes emlékversenyen játszott, és ugye ettől függetlenül nem csak az a cél, hogy ugye ki milyen elől végez a versenyen, hanem a játék szeretete és a játék minél többszöri gyakorlása, űzése a cél ezekkel a versenyekkel, ami ugye a megyénkben van, és ezzel ugye játék lehetőség biztosítása, ugye nem csak az ifjúsági játékosok, de az egész sakkozó társadalomnak. Hát a fiatalok egy része hiányzott is a versenyről, a szeniorok igencsak oda tették magukat. Említetted Deák Sanyit, aki korábban Szabolcs megyében is sakkozott. Ő nyerte meg egyébként tavaly ezt a versenyt, és nagyon jól haladt ez irányba az idei versenyen is, azonban a nyíregyházi szeniorok elgázolták őt. Közismert Szilágyi Sanyi bácsi, 73. évi taposó, egykori mesterjelölt, a tőle jóval magasabban jegyzett Deák Sanyit meg tudta verni, és a szintén nem fiatal, igencsak nyugdíjas, dr. Horváth László, nyugdíjas professzor is döntetlen tért el. Szegény Deák Sanyit ezzel annyira gajra tették a versenyen, hogy már nem tudott beleszólni az első hely sorsába. Említetted, hogy külföldön tartózkodtál a verseny időpontjában, hogy nemzetközi vonatkozású sok eseményekről is beszéljünk. Mongóliában voltál, ahol a 16 éven aluli válogatottaknak volt a sakkolimpiája. Ez egy nagyszerű megmérettetés a magyar ifjúsági sakkozás számára. Hol is tart a magyar ifjúsági sakkozás a világban? Kérlek, számolj be erről a versenyről nekünk. Hát igen, elég sok élménnyel lettünk gazdagabbak ezen a versenyen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a válogatottunk, ugye 35 csapat indult a versenyen, ebből elég sok mongol volt, ugye azt hiszem, hogy összesen 11 mongol csapat volt, de 4 csapat kiemelkedett, amelyik annyira izgalmasan alakult, hogy holtversenyben végeztek az első 4 helyen. Melyek voltak ezek a csapatok? Hát igen, ami legérdekesebb, ugye, hogy Irán nyerte. Tavaly ugye Győrben rendezte Magyarország ezt a versenyt, a 16-osak olimpiát. Beszámoltunk arról is a műsorunkban. Igen, és ott ugye igazából Iránt sikerült elütnünk azon a versenyen. Ha nem verjük meg, akkor ők az elsők azon az olimpián. Ott 3. lettek, de majdnem ugyanazzal a csapattal, ugye visszatértek 2015-ben is, és én azt mondom, hogy az egyik legerősebb csapat Irán volt, és megérdemelten nyerték meg, még ha egy picit a végén ugye el is vesztették az utolsó fordulót, és így India fél ponttal maradt el az első helytől, de a legerősebbek én úgy gondolom ők voltak. Ezt hozzá kell tenni, hogy Indiát 4-0-ra gázolt el Irán, és ugye Iránt szinte jó, egyedül nekünk sikerült megvenni, meg az utolsó fordulóba Kínának, és mi lettünk az egyedüli csapat, amelyik egy mérkőzéssel vesztett. Tehát veretlenül játszottuk végig. Nagyon jó volt a csapategység, nagyon erős játékosok alkották a válogatottunkat, és többek között ugye én úgy gondolom, hogy az első táblásunk egy szenzációs kiemelkedő eredményt ért el, akiről még sokat fogunk hallani, ő Gledura Benyámin volt,
aki ugye egri játékos, Egerben él, és már több mint 2500 az élőpontja, 16 évesen nagymester normával rendelkezik, és úgy gondolom, hogy egy-két éven belül a nagy válogatott tagja is lesz. Amit még el kell mondani róla, hogy ő 3 olimpián játszott, tehát 2013-ban Kínában voltunk kint együtt, utána ugye 2014-ben volt Magyarországon Győrben, és itt 2010-ben Mongóliában, és mind a 3 olimpián veretlen maradt, 29 játszmát játszott, és fantasztikus, hogy egyetlen egyszer sem kapott ki, tehát hihetetlen vezérevezőse volt válogatottunknak. Ezen a versenyen 10 partiból 8 pontot szerzett. Tehát 6-ot nyert és 4 döntetlen. 6-ot nyert, 4 döntetlen, vezéráldozatokkal, tehát nagyon színes sakjátékkal rukkolt elő. Én nagyon hiszem, hogy egy éven, másfél éven belül ott lesz kopogtat nagy válogatott ajtaján, és azzal erősödik majd nagy válogatottunk is. Én úgy tudom, hogy Benji országos úszóbajnok is, ez adja a remek kondícióját, ami nélkülözhetetlen a sakhoz. Úszik ő még, vagy már abba hagyta? A versenyszerű úszást abba hagyta már. Ugye annó ő diák olimpiai korcsoportos bajnok volt úszásban. Benjamin nagyon most is, természetesen, hogy a kondiát rendbe tartsa, leszokott járni úszni, de versenyszerűen már nincs ideje rá. Ugye a sakk az elviszi minden idejét, tehát lehetőség szerint, amikor tud, akkor azért muszáj, hogy lemenjen, de nagyon szeretettől fogja úszni, kondizni, versenyidej alatt is, ahol voltunk szállodámon, ott is lejárt kondizni, hogy rendben legyen. Amiről ugye nem nagyon szoktak beszélni, egy 10 napos verseny, ugye 2 nappal korábban érkezve, szabad nappal megspékelt dupla napokkal, hihetetlen, nem csak idegfeszültség, de ugye fizikai megterhelés is egy játékosnak, főleg úgy, ahogy szervezték mondjuk a mongolok. A szervezéssel voltak problémák, ugye nagyon sokan játszanak, nagyon sokan sakkoznak, iskolai sakk beindult ott is, de egész egyszerűen, tehát a szervezésben sajnos le vannak maradva. A fejlődő országoknál ez egy picit hátrány. Ugye alapból máshol játszottunk, mint ami ki volt írva. 11 kilométer a szálláshelyünktől, ami mindig buszos utazás jelentett. Az étkezés az nem volt az igazi, utána azt is elvitték a hotelből. Tehát ilyen napi 2-2,5 óra plusz utazás, plusz idő ment el a játékosoknak a pihenő és készülési idejéből. Ami sajnos egy picit ugye nálunk visszaütött, ugye amire már említettem, hogy vagyis egy rangadót megnyertünk, 2 rangadót döntetlent játszottunk, ugye az oroszok ellen és az India ellen is, de sajnos még 2 döntetlen becsúszott, 2 viszonylag gyengébb csapat ellen, Szingapúr és a törökök ellen, és sajnos ugye itt volt az, hogy beértek minket, és igazából ott végeztünk holtversenyben az első helyen, de végül is 4-ek lettünk, igaz, hogy kaptunk érmet, tehát 3. helyezettnek járó érmet is kaptunk, meg az oklevélre is ezt írták rá, tehát 2/3 helyezettnek hirdetek, mint a boxban. Hát ez stílusos, mert a sakkot szellemi boxnak is nevezhetjük. Igen, és ez mondjuk egy szép gesztus volt a szervezőktől. Tudom, az oroszokat majdnem sikerült megverni, és akkor jóval fényesebb érmet is szerezhettünk volna. Hát igen, az oroszok ellen ugye nagyon sokan ugye nem látják, nem tudják, hogy mi van ott. Ugye ez egy dupla fordulós nap volt, délelőtt játszottunk egyet a Szingapúrral, ugye ott 2-2 döntetlen jött, ellenük döntetlent játszottunk, és akkor utána jöttek az oroszok, ugye gyakorlatilag, ha nyertünk volna, akkor Iránnal harcoltunk volna az első helyért, és valószínűleg első-második helyen végezhetett volna egy csapatunk. Az utolsó partiban, egy teljesen döntetlen állásban, ugye a 3. táblásunk, Hozák Ádám, aki még csak 13 éves, hihetetlen tehetséges, nagy jövő, sakkjövő előtt álló játékos, ugye este 9:30 között sajnos picit elfáradt, és ugye ott elment az a pont, 4-5 helyen lehetett volna döntetlen tartani abban a partiban, és akkor 2,5-re megverhettük volna az oroszokat. Ugye Kántor Gergely szépen nyert a 2. táblán,
az 1-es és 4-es tábla döntetlen lett. Hogyha az meg lett volna, ez volt egy picit a fordulópont, hogyha ott azt sikerül behúzni, de természetesen ugye ez a csapathoz hozzátartozik ez az eredmény, akkor ugye nem lehet senkire rá, az egész csapat így végzett, nagyon jól játszottak, sajnos az ott egy picit elúszott a még fényesebb éremnek az elérése. A szituációt nagyon meg tudom érteni. Egyszer egy romániai versenyen éjfélkor magam is teljesen döntetlen állásban ütésbe tettem a vezéremet, és úgy vesztettem el a partit, úgyhogy mélyen át tudom érezni szegény Ádám szituációját, de neki még 3 éve van bizonyítani ebben a korcsoportban. Hát igen, még plusz 3 éve, nagyon jól játszik, tehát, de mondom, több helyen volt az, hogy félpontokat, ott egy picit úgy elhullajtottunk. Ha egy félponttal többet szerzünk bármelyik mérkőzésen, akkor már mi vagyunk a harmadikok. Ide, ugye Iránt sikerült nagyon nagy szenzációval megverni. Az India ellen teljesen jó esélyünk volt, hogy megverjük. Ott az utolsó táblán volt egy teljesen döntetlen állásunk, és azt sikerült elrontani, elveszteni, és akkor emiatt lett 2-2. Tehát megvoltak az esélyeink. Sajnos ez az utazás, tehát hogyha ez Európában van, akkor biztos, hogy igazi, tehát hogy első 3 helyen tudunk végezni. Tehát fényesebb élet. Igen, itt, hogy Mongóliába el kellett utazni, ugye nem Európában voltunk, kizökkentek a játékosok egy kicsit a saját kerékvágásukból, tehát sokkal nehezebb. Az időzóna beosztás is megviselte a játékosok bioritmusát? Hát az biztos, hogy egy 3-4 napig nem tudtak átállni, tehát 7 óra időeltolódás, hogy annyival voltak előttünk, és az is biztos, hogy nehezebben tudtak aludni, nehezebben tudták felvenni azt a ritmust, amit ugye, hogyha Európában, akkor sokkal könnyebben át tudják venni. Néhai Petrosian világbajnok azt mondta, hogy egy ilyen időzóna eltolódáshoz neki legalább 7 nap kell, hogy aklimatizálódjon. A bioritmusa ne viselje meg az eltolódását, a fiúknak erre nem volt lehetőségük. Egyébként hogy játszott Péceli Zsombor Sebastian, Ádámról már beszéltél, a tehetséges Kántor Gergő, mennyire voltál megelégedve a játékukkal? Én azt mondom, hogy csapatszerűen nagyon nagyot küzdöttek, amit ugye mutat az is, hogy veretlenek maradtunk, nagyon jó volt. Ugye nagyon kellett azért ugye a Benjaminnak ez a kiemelkedő eredménye, aki ugye 10-ből 8 pontot ért el. Kántor Gergő csinált 6,5 pontot, 2 rangadót nyert, úgyhogy az ő teljesítménye is nagyon jó. Sajnos egyszer-egyszer túlerőltette az állását és elvesztette, amikor éppen mondjuk jó lett volna, hogyha döntetlent játszik, de hát ez ugye benne van a sakjátékban. Péceli és az Ádám, ők 6 pontot csináltak, ami ugye azt jelenti, hogy két pluszon végeztek. Ádámnak nagyon sok jó állása volt, nagyon sokszor játszott felülről döntetlent. Ott még egy picit erősödni kell, ugye ott meg látszott, hogy még csak 13 éves, nagyon komoly játékos, de még azért rutinban van mit szerezni. Ugye Zsombor meg egy pici betegséggel játszotta végig ezt a versenyt, ugye Irán ellen nyert, ott egy nagy rangadót nyertünk, és utána ő is egyet-egyet vesztett olyan partit, ahol nem kellett volna. Ettől függetlenül tehát jó eredményt értek el, tehát a többiek mindannyian. Úgyhogy ha így nézzük, ez... Nő fel az új nemzedék, a jelen és a múlt nagy sakkozóihoz. Igen, úgyhogy... Tisztelt nézőink, még egy rendkívül fontos hír kell, hogy megosszak önökkel. Nem csupán a sakk szakmai téren voltak események a megye sakk életében, hanem egy rendkívül örömteli hírről kell, hogy beszámoljunk. A 2015. szeptember 1-i ülésen a Magyar Sakkszövetség elnöksége elbírálta a Magyar Sakkszövetség főtitkári állására kiírt pályázatot, és megyénk egyik legjobb sakkozója, Rácz Zoltán fidemester, a Nyíregyházi Sakkiskola csapatkapitánya nyerte el a Magyar Sakkszövetség főtitkári posztját. Ez egy rendkívüli dolog, rendkívüli teljesítmény, annál is inkább, mert mióta Magyar Sakkszövetség létezik,
mintegy 100 éve, azóta 8 főtitkára volt a Magyar Sakkszövetségnek, tehát Zolinak a posztja, a kinevezése egy rendkívüli fontosságú, kardinálisan nagy dolog, ami azt hiszem, hogy pozitív hozadékú lesz Szabolcs megye sakkéletére is, én titkon ebben reménykedek. Zolit egyébként nem csupán a sakkszervezésben mutatta már meg oroszlán körmeit, el kell, hogy mondjuk róla, ő 10-szeres megyei bajnok, legutóbb a nyíregyházi sakkiskolának is az egyik legjobb pont, sőt a legjobb pont szerzője volt, akár Gledura Benji 10 partiból, ha jól emlékszem, 8 pontot szerzett az NB2-es csapatban Zoli, és az NB1-ben is, és korábban még NB1-ben is bizonyította a sakktudását. A magyar sakktörténelem régi és jelenlegi nagyságairól tettem említést az imént, hogy nő fel az új nemzedék, és méltó lesz a jelen és a múlt hagyományaihoz. Hát a jelen sakkozóiról, Polgár Juditról, Lékó Péterről, Almási Zoltánról, Berkes Ferencről, Balog Csabáról és sok más tehetségről, mint mondjuk Gledura Benjiről is, már említettünk említést tettünk egyszer-kétszer a korábbi adásunkban, illetve korábbi adásainkban beszéltünk már a múlt nagy sakkozóiról, Portis Lajosról, Adorján Andrásról, Szaksz Gyuláról, Ribli Zoltánról, a volt mentorodról, Bárcai nagymesterről. A magyar sakktörténelem a világ sakktörténelmének az egyik legjelentősebb résztörténelme. Mindig voltak híres és nagy magyar sakkozók. A kezdetben Cseresznyés István, Márk István fémjelezte az 1800-as évek közepén a magyar sakkozást, illetve az 1800-as évek közepén már három olyan sakkozója volt Magyarországnak, akik a világ szűk elitjébe tartoztak. Ilyen volt Grimm Vince, alias Murád Bey, aki igencsak aktívan részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, emigrálni is volt kénytelen fegyveres részvétele miatt, és az 1851-es első nagy világversenyre el sem tudott menni, mert Törökországban élt és szolgált, bujkálva a magyar király Ferenc József törvényei és ítélete elől. Akkor már emigrált az új világba Löwenthal János Jakab, aki később angol sakkozóként bizonyította a világklasszisát. Ugyanakkor magyar színekben versenyzett Szén József Pest városának levéltárosa, természetesen teljesen amatőr, aki az első nagy világversenyen 1851-ben igencsak szép helyezést ért el, ötödik helyezést ért el. Ezt követően kisebb szünet következett be a világklasszisok sorában, majd következett Makovec Gyula, az első olyan sakkozó, aki méltán viselhette a világbajnoki címet, és a sakk társadalom követelte szinte, hogy mérkőzzön meg a világbajnoki címért, Maróczi Géza nemzetközi nagymester volt, az első olyan sakkozó, aki viselte a nagymesteri címet. A nagymesteri címet egyébként az orosz cár adta meg a sakkozóknak az első szentpétervári nagy versenyen, az ott résztvevő a szuperdöntőbe bejutó 6 sakkozót ajándékozta meg Miklós cára nagymesteri címmel. Maróczi nagymester is méltán viselhette ezt a címet. Maróczi Géza 1870. március 3-án született, 1951. májusában, élete 82. évében hunyt el. Későn kezdett el sakkozni, érettségi előtt álló diák volt, amikor egy barátját meglátogatván meglátta a sakktáblát, a sakkozást, és belefeledkezett a sakkba, és azonnal rendkívüli tehetségről tett tanúbizonyságot. Később bele is csöppent a versenyszerű sakkozásba. Természetesen előbb elvégezte iskolai tanulmányait, nem csak Magyarországon, hanem Zürichben is tanult, és viszonylag későn, 25 évesen, 1895-ben lett sakkmester. Akkoriban a mesteri címet úgy osztották, hogy részt kellett venni egy úgynevezett mesterképző főtornán, és aki az aspiránsok közül a mesterképző főtornán meg tudta nyerni a versenyt, le tudta győzni az összes mester és nem mester társát, az nyerte meg a mester, azaz mai szóhasználattal élve a nemzetközi mesteri címet. Maróczi nagymesternek ez 1895-ben, Hastingsben első próbálkozása sikerült, óriási sikerrel, mint egy minden ellenfelét földbe döngölve szerezte meg a
mesteri címet. Rögtön a következő évben, 1896-ban már világversenyre hívták meg, olyan világversenyre, ahol az akkori sakkelitnek a 90%-a jelen volt. A verseny természetesen Emmanuel Lasker világbajnok nyerte meg, azonban Maróczi Géza ekkor már Lasker mögött a holtversenyes második helyen végzett. Ezek után következett Maróczi nagymester életének egy második szakasza, amit a magyar sakktörténelemben úgy jellemezhetünk, hogy Maróczi nagymester ekkor a világversenyek élén volt. Ez a fénykora volt a nagymesternek, aki 1896-tól 1908-ig összesen 13 világversenyen játszott, ebből 6 alkalommal lett első, egyedül vagy holtversenyben, de első, 5 alkalommal lett második, 1 alkalommal lett harmadik, és egyetlen alkalommal csúszott le a 6., de még akkor is díjas helyre. Emellett természetesen még számtalan egyéb kisebb jelentőségű versenyen vett részt Maróczi Géza, de ezek nem a világklasszis színvonalú versenyt jelentették. Ezek után Maróczi nagymester életében egzisztenciális változás következett be, addig ugyanis klasszikus amatőrként sakkozott, napi díjas rajzolóként vett részt Budapest Székesfőváros építkezésein, minden nap 30-40 kilométert kerékpározva a munkahelyére és munkahelyéről haza. 1908-ban abba hagyta az aktív versenyzést, és később csábult vissza a versenyarénába, ugyanis 1920-ban a Magyar Tanácsköztársaság idején állami feladatot is vállalt, és ezért elbocsátották állásából, egzisztenciális okok miatt kénytelen volt visszatérni a sakkba. A sakk életben ekkor még mindig tudott világversenyt nyerni, például 1923-ban a jövendő világbajnok Aljehin mellett, ekkori eredményei azonban már nem voltak olyan fényesek. A sakkéletben bizonyította tudását edzőként, csapatkapitányként is, erről azonban csupán a következő adásunkban fogunk tudni beszámolni. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!